előtti bejárat és az idei 9. nagy díjon. Jön a boxba Mihály Schumacher, mi történik? Nincs üzemanyaga szerintem. Mi történik? Hát most lett volna a leintés. Mit csinál? Nincs üzemanyagja. Nincs üzemanyagja. Kagyom. Ez egy stop and go penalty, kérem szépen. 10 másodperc büntetés kapott valami miatt Mihály Schumacher. Mi történt? Atyám, uram, jön Häkkinen és megnyeri a versenyt. Valami miatt 10 másodperces büntetésre ítélték Schumachert, és Mikael Häkkinen megnyeri a viadalt. Hogy mondtad, az élet nagy rendező? Igen. Atyám, uram, Häkkinen győzött. Irvine a második. És Alexander Wurz a harmadik. Ha csak Schumacher, hát de lehet, hogy pontot nem kap, kérem szépen. Atyám, uram! Hihetetlen, kérem szépen. Szép csöndben megbüntették 10 másodpercre. Ez senki senkivel nem közölte, őt kiintették. Uram, atyám! Na, most akkor én ezt nem értem. Na most ezt én tényleg nem értem. Hogy nyerte meg a versenyt a boxban? Hát leintették Häkkinen. Na, ez biztos, hogy nem ő. Tehát az biztos, hogy nem Mihály Schumacher nyerte meg a versenyt. Illetve én már semmit nem mondok ki. Most kiintették 10 másodpercre. Häkkinent leintették. Magyarázd meg ezt nekem, Sanyi. Én egy öreg ember vagyok, én ezt nem értem. Ezt én sem egészen értem, de valami olyasminek kellett történnie, hogy... Hogy? Häkkinen például pálya elhagyásért, vagy valamiért kiveszik a versenyből. Hát de akkor viszont az Irvine-nak kellene nyernie. Hát a boxba fejezte be a versenyt, nem. Most fogják leinteni Schumacher. Vagy rossz a felirat egyszerű. Igen, én is azt gondolom, most intették le Mihály Schumachert. Az nem lehet, szerintem Häkkinen nyert. Na most már bocsánat, hogy ilyeneket mondok, hogy szerintem, de hát önök is látták ezt a kis apróságot. Hát ez egy nagy kérdőjel. Ez a talán megfejtésre vár is, hogyha esetleg a helyszínen lennénk, akkor többet tudnánk róla mondani. De nem nagyon örül Häkkinen, bár nyújtogatja a kezét, tehát mégiscsak... Valaki segítsen ki az autóból, ezt is jelentette, mert elég zavart volt ez a kézmozdulat. Schumacher büntetése még érthető, mert lehet, hogy valakit megelőzött ott smutyiban, amikor bent volt a pészkár. Jó, én eredményt hirdetek. Mihály Häkkinen nyert, Eddie Irvine lett a második, Alexander Wurz pedig a harmadik. Én azt mondom, ez történt, Häkkinen integet, ő szerintem velem ért egyet, majd mindjárt meglátjuk az eredményt. A felirat is ott lehet, hiszen azt előre fölteszik, és a rendező már csak beadja. De hát meglátjuk majd a rendes időmérők, mikor kiadják az eredményeket. Valószínű az van, amit mi mondtunk. Jön Irvine, aki szerintem a második. Erősen ragaszkodom hozzá, hogy a második. Ami ebben a pillanatban azt jelenti, ha ő második, hogy megelőzte David Coulthardot a világbajnoki pontversenyben, és ő már a harmadik, egy ponttal előzvén Coulthardot. Itt jön Schumacher. Hát ha ezt a versenyt itt el tudta veszíteni, egyébként akkor angol televíziós kollégáinknak sok-sok hálával tartozunk, mert nem írták ki a 10 másodperces büntetés tényét. Itt van Irvine. És aztán ezzel a Schumacher nyert című felirattal meg aztán végképp sikerült megkeverniük szerintem az egész világot. Itt jön Häkkinen. Hát valószínűleg nem azért integetett, mert kiesett a versenyből. A verseny az történt, amit láttunk és amit közvetítettünk, hogy a felirat mit jelentett, azt nem tudjuk megfejteni. Az lehet egy téves felirat is, lehet valami olyan bírói döntés, ami természetesen ilyen távolságon nem jut el hozzánk. De hát még messze nincs vége, még nem adták ki a végső táblát, annak még jönnie kell. És azon már nyilván az szerepel majd, amit mi mondtunk. Na, azt mondja, hogy itt jön Häkkinen, mögé érkezik Schumacher. Ugyanis itt az van, hogy a zsűri az nem a szabad szemmel látható képet nézi, hanem a saját kameráink keresztül. Schumacher fogja a fejét! Schumacher azért állt be, mert azt hitte, hogy vége van a versenynek szerintem. Egy körrel elszámolta magát. Akkor mégis ő nyerte, most ezt magyarázza már meg nekem valaki. Akkor vége volt a versenynek, egy körrel előbb, kis később intették le.
Tehát rosszul számoltak, és egy körrel előbb. Most ő is ezt kérdezi. Én nyertem. Häkkinen ül, nem tudja, mi történt. Schumacher örül. Elfelejtették leinteni, kérem szépen. Egy körrel előbb vége volt a versenynek. Häkkinen ül. Ő se értette. Hát ezt a szervezői hibát. Michael Schumacher nyer. Elszámolták a köröket. Azt, ilyen nincs, kérem szépen. Ilyen nincs. Na, ilyen hibát elkövetni egy Forma 1-es világbajnoki futam szervezésében, ez se hétköznapi. Egy körrel előbb vége volt a versenynek. Schumacher nyert, Häkkinen lett a második, Irvine a harmadik. Itt jön Häkkinen, aki integetett befele jövet. Ők is most beszélik meg, hogy mi is történhetett. Szerencsétlen Mika, aki tényleg azt hitte, hogy ő az első, és mi is azt hittük joggal azt, hogy ő az első, hiszen a kockázászót neki kezdték lengetni, és az egyértelműen akkor van vége a versenek, amikor leintik. Schumacher most se érti a dolgot. Hát ez hihetetlen. Ilyet én még nem láttam, de Mika Häkkinen se. Szegény feje. Azt mondja, nyugi, hát még ennek nincs vége, és nagyon lehet, hogy nincs még vége most se a versenynek, és hát önöknek csak elnézést tudunk kérni, hiszen ebben nem egyedül vagyunk a Szent Tanástanok a világon, hanem az egész világ az. Itt még visszaméregem. Mihály Schumacher és Mika Häkkinen is tanácstalan volt. Hát Schumacher, hogy állt meg az autóval, kérdezte, hogy hanyadik vagyok. Na most Mika megbeszél, hogy volt, mi volt, szerinted mi van? Egyszerűen nem akarják kelleni. Azért ezek bolondok, mondja Irvine, gondolom. Häkkinen már integetve jött be, Schumacher kérdezi, amikor beél az eredmény hirdetés előtt. És most Mika gratulás. Nem tudja, hogy ki kinek gratulál és miért. Mika gyújtotta a kezét, biztos, ami biztos. Minden esetre vannak azért izgalmak. Na, ők hárman dobogon vannak, ez már biztos. Kiintik, megállítják, táblát tartanak. Pascale az a fekete jackis úr, aki itt az egésznek a főrendezője egyébként, Bernie Ecclestonnak a jobb keze a versenyrendezésben. A bíráskodásban nem, mert az Charlie Whiting, aki fönt van a bírói pulpituson. És mondom, a bírók azok nem szabad szemmel nézik a versenyt már a Forma 1-ben, hanem egy zárt szobában a saját kameráikon keresztül. És biztos, hogy ott valaki jobban számolt, mint a lentiek, vagy nem ért oda a bíró leinteni. De hát ez is egy vicces dolog. Azon egyébként mindig vannak zűrök, hogy ki akarja leinteni, ez hiúsági kérdés. És hát tavaly a magyar verseny is nem volt meg a befutó, amivel téged a mai napig cikiznek azért. Ott egyszerűen nem volt meg a befutó képe. Pontosan ezek szerint itt se volt meg. Itt se volt meg. Pontosan egy ilyen kiintire című fejezet hiányzott ott is, illetve ennek a kapcsán, és hát most mire fölérnek, talán majd eldönt. Szerintem lehet, hogy az dől el, hogy aki most a lépcsőn elsőnek ér ki, lehet, hogy az nyeri a versenyt, mert most már ez annyira komolyságát veszítette ez a történet. Ennyire azért nincs összekeverve, mert a számítógépek... Zsántot ad mindjárt puszit Mihály Schumachernek, és magyarázza el neki, hogy mi történt. A számítógépek azért rendesen számolnak. Most magyaráz el, hogy Zsántot Mihály Schumachernek és Eddie Irvine-nak, hogy mi történt. Na most Schumacher komorodott el. Lehet, hogy mégis Mika nyert. Irvine csak vigyorog. Na most mi van? Hát ez valami elképesztő. Schumacher integet. Häkkinen integet, fogadjunk, hogy fölhúzzák majd egymást mellé, egymást a dobogó tetejére, mert ez flúgos ez a futam. Ő áll a tetején, jó van, akkor Schumacher.
tudnék, az a mozzanat még mindig megmagyarázásra szorul, vagy magyarázásról, hogy Schumacher miért állt ki erre a büntetésre az utolsó körébe, és még ment egy kör. Nagyon úgy tűnik, hogy Michael Schumacher nyerte meg a 49. angol nagydíjat, és kapja meg a trófeát. Én azon sem csodálkoznék, hogyha ezután a verseny után valamifajta óvás hullám venné kezdetét, hisz Mika Häkkinen úgy ment körbe a pályán, mint győztes, úgy érkezett meg a boxhoz, mint második helyezett. Michael Schumacher úgy érkezett meg a boxhoz, mint aki nem is tudja hanyadik, de biztos nem első, Jean-Tot emeli a trófeát.